magamnak nézd, ezt nem szabad. Hagytam őket, abba már, miért vagy oly szabad? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szint megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak vele. Magyar Operett napja két világhírű magyar zeneszerzőhöz kötődik, és 2002 óta ünnepeljük október 24-én, amely dátum Kálmán Imre születésnapja és Lehár Ferenc halálának évfordulója. No, de mi is az az operett? Könnyed, főbemászó dallamai, operai igényességgel megkomponált művek. Központi témája leggyakrabban a szerelem, a végkifejlet felé pedig sok cselszövés, humor és néhány bámulatosan akrobatikus koreográfia vezet. A műfaj elnevezését Mozartnak köszönhetjük, jelentése operácska. Operettek főhős párosa a primadonna és a bon viván. A hölgy általában csodálatos szopránjával és eleganciájával bűvöli el a közönséget és a darabban szereplő férfiakat, a bon viván pedig leggyakrabban az ő kegyeiért esedezik. Őket és a darab alakulását segíti a szubrett és a táncos komikus páros, akik általában a jókedvért is felelnek. Az ő egymásra találásukig azonban nagyon sok félreértés és helyzetkomikum vezet. Gyere, csókolj meg, szaporán, tubicám! Ha megfőztél, most megegyél, de megám! Türelem nagy kincs, de nekem csöp sincs, aki vár, nem szerethet igazán. Nem bízom. Gyere, csókolj meg, szaporán, tubicám! Ha megfőztél, most megegyél, de megám! Légy a párom! Alig várom! Oda tartom a forró szám! A zenés műfaj képviselői valóságos sztárok voltak, hiszen kine emlékezne Blaha Lujza, Fedák Sári, Feleki Kamil, Rátonyi Róbert, Bársony Rózsi vagy Mednyánszki Ági felejthetetlen alakításaira.